szemszékből, s a világ megrendült tekintetétől. Vigyázz a gonoszságnak, s az egész föld alól a királynak. Thank you.
Mennyi atyánk az Úr Jézus Krisztus nevében, köszönjük neked az új szívet, hogy elvetted a kőszívet, amelyben nem volt élet, csak a halálnak a mérgét, hordoztuk a szellemünkben, szívünkben, de köszönjük neked, Uram, az új életet, hogy a te halálodban, eltemetkezésedben, föltámadásodban alámerülhettünk, hogy a régiek elmúljanak, és új élettel rendelkezzünk. Köszönjük ezt az új életet, amelyet Istennek a beszédével és a Szent Szellem által ültetett be az embereknek a szívébe. És most is azt kérem, Uram, hogy nyisd meg azokat a szíveket, ahol még kő van, nincs élet, kérlek, hogy ezeket a zárakat törd át, és szabadíts fel őket Istennek a szeretetére, ismeretére, és te megígérted, Uram, hogy a kopasz hegyeken vízforrás fogsz fakasztani. Kérlek, hogy ezt a csodádat cseleked meg mindenki jelenlevőnek az életében, hogy egyetlen egy olyan ember ne legyen közöttünk, akinek a szívében nincs élet, nincs neki örök élete, nincs bűnbocsánata. Köszönjük neked, Jézus, hogy mint jó pásztor keresed az elveszetteket, azért, hogy megszabadítsd őket a pokolra vezető útról, és áthelyezd őket a menny felé vezető útra. Áldunk és magasztalunk tégedet, Uram, és elismerjük, nincs semmi jó az életünkben, amit ne úgy kaptunk volna tőled. És ezért csak a te nevedre térjen minden dicsőség. Minden tisztességet, hálát, hódolatot neked adunk, Uram. Mert méltó vagy ma is, hogy a mi szívünkből, szánkból dicséretet, tiszteletet, hálát, hódolatot és imádást kapjál. Mert kicsoda olyan Isten, mint te. Dicsőséges vagy, hatalmas vagy, csodatevő vagy, Ábrahám, Jákob, Izsáknak az Istene, és ezért szeretünk tégedet teljes szívünkből, lelkünkből és minden erőnkből, most is mindörökké, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében mondjuk közösen, hogy Amen. Halleluja. Tisztelettel, szeretettel köszöntök a tisztelt jelenlevőket, azokat is, akik a rádión keresztül, illetve televízión keresztül kísérik figyelemmel az Isten tiszteletünket. Istennek a gazdag áldását kívánom mindenkinek az életére. Külön köszöntöm én is azokat, akik először vesznek részt a Híd gyülekezetének az Isten tiszteletét, és mindenkinek az életére Isten gazdag áldását kívánom. És legyetek áldottak, erősek, és nyissátok ki a szíveteket és a fületeket, hogy Istennek a beszéde folytassa azt a szent, csodálatos munkát, amit már elkezdett, és folyamatban van sokatok életébe. És kérlek benneteket, mielőtt helyet foglalnátok, ti is köszöntsétek egymást. Emeljük fel a Bibliánkat. Mondjátok velem együtt, hogy hiszem, hogy ez a könyv az Isten igéjének az irat formája. És hiszem, hogy a Szentlélek az, aki megeleveníti Isten igéjét, és beülteti a szívünkbe. Mert Jézus Krisztus halálával, eltemetkezésével, föltámadásával egyé váltam, és a régiek elmúltak, és új ember vagyok, új teremtés vagyok, és nincs kőszívem már, hanem hús szívem van, amelynek a táblájára Isten törvénye be van írva. És hiszem, hogy az új szövetség nem a betűnek a szolgálata, hanem a szellem szolgálata, mert a betű öl, de a szellem elevenít. És hiszem, hogy a Szent Szellem az, aki mai napon is megeleveníti a szívemet, lelkemet, testemet, hogy Istennek a beszédét meg tudjam érteni, és meg tudjam cselekedni a Jézus nevében. Amen. Kérlek benneteket, hogy foglaljatok helyet az Úr Jézus nevében. Nagyon jó látni benneteket, csodálatos, ahogy az Urat fölemelitek, dicséritek, és nagyon erőteljesen lehet látni, hogy
az Úr nagy munkát végez nagyon sokatok életében, és hiszem, hogy azért, mert a Szentlélek akar használni benneteket a jövőben is, még nagyobb mértékben, mint eddig bármikor. Mert hiszem, hogy a kánai mennyegző arról szól, hogy a lakodalomnak, a mennyegzőnek az utolsó szakaszában a bor, a kenet még jobb lesz. És ugye az elmúlt időben láttuk, hogy nagyon sokaknak nincs ismeretük a Szentléleknek a megnyilvánulásáról, kenetnek a működéséről. Ezért nagyon fontosnak tartom, hogy minél több információt adjunk a Bibliából, hogy minél több ember megértse a Szentlélek személyét, hogy hogy működik valóságosan. Hosszú évszázadokon keresztül a Szentlélek egy fogalom volt csupán, és a Szentlélek vétele egy szertartás. De az elmúlt évtizedekben végig söpör a Szentlélek szinte minden nemzetben, és a Szentlélekkel való találkozás egy új megvilágítást kapott, illetve nem új, hanem az, amiről beszél Istennek az igéje, amiről Joel beszél, ami az Abcsel 2-ben is olvasható, és az Apostolok Cselekedeteinek a könyvének több fejezetében is, hogy a Szentlélek hogyan érkezik meg az embereknek az életében, és milyen változást eredményez, és hogy teszi őket alkalmassá az Úrnak a szelleme, az embereket Istennek a szolgálatára, holott eleve ezekkel a képességekkel, tehetségekkel nem rendelkeztek. Mert ahogy a Pál apostol mondja a 2. Korintus beliekezi levél 3. fejezetében, hogy az új szövetségnek a szolgálatára nem a természetes képességünk, tudásunk, erőnk tesz képessé, hanem az Istennek a szelleme. És ezért nagyon fontos, hogy ismerd azokat a történeteket a Bibliában, amikor a Szentlélek rászáll az emberekre, és az embereket megváltoztatja, és az embereket bevonja, bekapcsolja a Szentlélek utána az Isten dolgainak az elvégzésébe. Ezekre ma nagyon oda kell figyelni, mert meg vagyok róla győződve, hogy Isten szelleme még erőteljesebben fog fújni, és még nagyobb erővel, hatalommal fog megérkezni. És nem kell csodálkozni azon, újra kinyitom a Bibliámat, és szeretném különösen azoknak megmutatni ezt az igét, illetve ezt a verszakot, akik az elmúlt időben ezt nem hallották, hogy a szellemi embereknek vannak gondjaik. A Hózeás prófétának a 9. fejezetéhez, a 7. verszakhoz lapozzatok, következőt tartalmazza a 7. verszak, hogy elérkeztek a számadásnak a napjai, és elérkeztek a megtorlásnak a napjai, megtudja majd Izrael, bolonda próféta, örült a szellemnek az embere, de te vétked sokasága miatt, mert akkora a gyűlölség, Efraim szétnéz az én Istenem mellett, a prófétának minden utai háló vettetett, gyűlölség van Istenek a házában. Tehát azt hangsúlyozom, hogy nem a proféták bolondok, és nem a proféták őrültek, tehát a szellemnek az emberei, hanem ennek tartják őket, különösen akkor, hogyha társadalmakban, különböző nemzetekben a bűn és a törvénytelenség nagyon megsokasodik. És Jézus azt mondja az utolsó időkben, hogy a törvénytelenség megsokasodik, és ennek következtében a szeretet meghidegül. És arra figyelmeztetlek benneteket, hogy a Szentlélek pontosan azért fúj, és azért árasztja ki a názáreti Jézus Krisztus a szent lelke, hogy a pszichikai keresztényekből, pszichikai közösségekből spirituális embereket, illetve spirituális közösségeket hozzon létre, ahol az Isten szellemének a természetfölötti ereje és hatalma nyilvánvalóan jelen van, érzékszervekkel is felfogható. Mert Abcselben is azt látjuk, hogy a Szentléleknek a jelenléte az érzékelhető. Ugyan a Szentlélek személye nem látható. Láthatatlan személy. De ahogy leérkezik az emberek közé,
és találkozik az emberi természettel, húsvér valósággal, akkor annak megvannak a jelei, és ezért mondja Péter apostol a pünkösdi beszédben, hogy amit láttok és hallotok. Nos, általában ez a botrány ma, hogy miért lehet a Szentléleknek különböző megnyilvánulásait tapasztalni, látni, különböző érzelmi, szellemi, fizikai megnyilvánulások hogyan kerülhetnek be az Istennek a tiszteletébe, Istennel való kapcsolatba, Istennel való közösségbe. A viták és az ellenvetések többnyire a karizmatikussággal kapcsolatosan ezzel áll összefüggésben. Én arra szeretnélek bátorítani, hogy semmiféleképpen ne hátrálj meg a Szentlélekkel való együttélésben. A Szentlélekre van legnagyobb szükséged, a Szentlélek nélkül semmit nem tudsz tenni. A magatartásodban, jellemedben, életviteledben, életváltozások igazából maradandóak és mély változások csak a Szentlélek erejének, a működésének a következtében tud létrejönni. És az a tapasztalat a történelemben, hogy ami először szokatlan vagy botrány, az egy idő után megismerik az emberek és rájönnek arra, hogy ez nem is olyan veszedelmes dolog, mint ahogy azt gondoltuk, hanem kifejezetten áldás az emberek számára. Tehát a ti feladatotok az, hogy a Szentléleknek a munkáját széles társadalmi körrel elfogadtassátok, és ezt akkor is végezni kell ezt a munkát, hogyha ezzel szemben előítéletek vannak. És halljuk azt, hogy ezek őrültek, ezek nem normálisak, ez tömeghisztéria, ez hipnózis, stb. Ismerjük ezeket a pszichológiai fogalmakat, használják rám is, rátok is, de ez ne zavarjon tégedet, mert ha tudod, hogy kibe hiszel, és tudod, hogy az Atyától kértél szent lelket, és ismered a Lukács evangélium 11. fejezetét, hogyha valaki kér tőle szent lelket, annak nem ad kígyót. Ha te gonosz létedre karácsonykor, új évkor tudsz ajándékot adni a gyermekeidnek, szereteidnek, akkor mennyivel tud ajándékot adni, nem csak ünnepkor, hanem minden nap, ami megváltunk, a názáreti Jézus Krisztus. És a két legnagyobb ajándék az Atyának, az első, a názáreti Jézus Krisztus, ezen belül is az, hogy a názáreti Jézus Krisztus a vérét, az életét, az egész természetét, mindenét odaadta az emberekért, odaadta a világért, hogy megszabadítson bennünket a rossztól, a bűnnek a következményeitől, és az ő gazdagságával felruházom bennünket. A második nagy ajándéka Istennek a Szentlélek személye. És tekintettel arra, hogy Jézus Krisztus a mennybe menetel után a fizikailag, a Istentől kijelölt időpontig nem érkezik vissza, addig elküldte a vigasztalót és a Szent Szellemet, és éppen a hívőknek tisztába kell lenni, hogy Szentlélek nélkül nincs Jézus Krisztussal kapcsolat. Szentlélek nélkül nincs az Atyával sem kapcsolat, mert a názáreti Jézus Krisztus által van az Atyával a kapcsolat, tehát éppen ezért, úgy mondjam, a katonaságnál van egy szolgálati rend, amit be kellett tartani, tehát megvan a mennyel való kapcsolatunkban is az a hatalmi rend, ahogy mi legális módon tudunk kapcsolatot teremteni Istennek a királyságával, uralmával, a mennyel. A názáreti Jézus Krisztus az, aki betölt Szentlélekkel, és azért tölt be Szentlélekkel, miután elfogadtad Jézus megváltását, hogy a Szentlélek által legyen neked kapcsolatod, és a názáreti Jézus Krisztus a Szentlélek által teszi jelenvalóvá az életét, a természetét, az erejét, a bölcsességét, az ismereteit az életedben, az szerint, hogy mennyire nyitott ki a szívedet, és milyen együttműködésed van Istennek a szellemével. A Szentlélek most jelen pillanatban a közvetítő személy közöttünk, és a menny között, illetve Jézus Krisztus és az Atya között. És hát ha nincs, nem lehet másképpen a názáreti Jézus Krisztussal, az Atyával és a mennyel kapcsolatba kerülni, személyes, bensőséges kapcsolatba, csak a Szentlélek nélkül, akkor nincs az ember, aki engemet ki tudja józanítani a Szentlélekkel való betöltekezésből,
illetve a Szentlélekkel való találkozásról, hogy újra és újra azért akarok találkozni Szentlélekkel, hogy szeretném a legfelsőbb világból újra azokat a ismereteket felújítani a szellememben, vagy újakat kapni, amelyekkel Isten meg akar engemet is, és természetesen tégedet is áldani. Éppen ezért a szellem embereinek az a lényege, hogy a Szentléleknek az emberei. Nyilván az Ószövetség különösen nem minden esetben hangsúlyozza a Szentet, de ez ne zavarjon tégedet, mert ami Istentől jön ki, ami az Istentől árad ki, az nem lehet más, csak Szent, még akkor is, hogyha nincs előtte a jelző, és csak annyi szerepel a Bibliában, vagy az ige helyen, hogy szellem. Tehát arról beszél a Biblia, hogy a szellemnek az emberei, ami azt jelenti, hogy olyan emberek vannak, akik a Szentléleknek a birtokában állnak. És az a tapasztalatunk, ha elolvasod a Bibliát, hogy az egész Bibliát, a Bibliát a szellemnek az emberei írták, illetve a Szentlélek a szerzője, de a szellemnek az emberein keresztül valósult meg a kinyilatkoztatás története, a különböző szövetségek kötése és a korszakoknak a váltása is. És hiszem azt, hogy ma is Istennek ez az akarata, hogy egy ilyen nagyszabású változásban egyre több embert bevonjon, mint munkatársát, mert szintén a Bibliának az a tanúság, a tanúskodása, hogy Isten az emberiségnek a történetében, a Földön, embereken keresztül munkálkodik. Sokszor lebecsülik az embereknek a szerepét az Istennek az üsztörténetében, de nézd meg, különösen az Ószövetségben is, de hát az Új Szövetségben is lehet látni, hogyha Isten támasztott szellemi embereket, akkor megváltoztak a dolgok Izraelben. Ha nem voltak szellemi emberek, borzalmas dolgok történtek, a lejtmenetbe ment az egész ország, az egész társadalom, bomlás, romlásnak a folyamatai zajlottak. És ma is ugyanez a helyzet, hogy addig, amíg az egyházban voltak szellemi emberek, Szentléleknek az emberei, látjuk, hogy Judeában, Szamariában, ahogy Jézus azt megprofétálta, valamint a különböző provinciákban, hogy terjedt az evangélium, hogy ismerték meg az emberek az igazi Istent, és tértek meg a bálványokból, démonoktól szabadultak, és más erkölcstelen dolgoktól, és megismerték Ábrahámnak, Jákobnak, Izsáknak az Istenét. Mindig Isten tehát eddig is, ma is, és a jövőben is, egészen a visszajöveteléig, természetesen akkor is fontos szerepet játszanak az emberek, de különösen ebben a korszakban a Szentlélek és az emberek játsszák a központi szerepet. Az emberi erő és a Szentléleknek az ereje, de nem személytelenségre utalok itt, hanem a kettőnek az egységes működésének az eredményeképpen jön le ebben a korszakban az Istennek a királysága, Istennek az ereje, Istennek a megnyilvánulása. És micsoda csodálatos kitüntetésben részesült az ember Isten által, hogy nem akar Isten igazából ember nélkül cselekedni, hanem állandóan keresi azokat az embereket, akik készek átadni magukat feltétel nélkül az ő beszédének, a Szentléleknek, hogy rajtuk keresztül a programját, a tervét nemzetekben megvalósítsa. És lehet, hogy te vagy az az ember. Azért fogok többet beszélni a profétákról, elhívásokról, hogy hogyan találkoztak, hogy emelte ki a Szentlélek az embereket a hétköznapi életből, és tette őket az ő munkájának a szereplőjévé, vagy akár a főszereplőjévé. Ha vannak Szentléleknek emberei, akkor a nemzeteknek van reménysége. Akkor mindig azt lehet mondani, hogy van reménység arra, hogy a nemzetek megmenekülnek, mert azt mondja Isten igéje, az igazság magasztalja föl a nemzeteket. És az igazság pedig
a Szentléleknek az emberein keresztül jön el ma a nemzetekhez. És ezért rendkívül fontos, hogy a szellemi embereket és a Szentléleknek az embereit ne úgy nézd, ahogy a világi emberek nézik, ne azzal a szitok áradat alá helyezd őket, ami zúdul rájuk, hanem igyekezd mindig megtisztítani őket, hogy tiszta képed megmaradjon a szellemedben, hogy hogy is zajlik Istennek a munkája. Jézus is fölhívja a figyelmet. Lapozzunk gyorsan a Máté 23-ra. Következőt mondja a farizeusokkal kapcsolatosan, tehát a farizeusokhoz intézett beszédében beszél a prófétai sorsról. A proféták is a szellem emberei, természetesen. És ezen kívül voltak papok, akik szellemi emberek voltak, és voltak természetesen rossz papok, akik nem szellemi emberek voltak. Voltak királyok, akik szintén a Szentléleknek az emberei voltak, és voltak királyok, akik nagyon rossz királyok voltak, nem a Szentlélek emberei voltak, és voltak más olyan személyek az Ószövetségben, akik szintén nagyon fontos szerepet játszottak Izraelben, de akár Gedeonra gondolsz, akár Sámsonra gondolsz, ha csak önmagában az emberi részét nézed, akkor nem érted igazából, hogy miről szól ezeknek az embereknek az élettörténete. Mert ezeknek az embereknek mind volt egy hétköznapi életük, sorsuk, de igazából akkor váltak ki, és akkor lettek bibliai szereplők, miután Istennek a szelleme rájuk szállt, miután Isten fölkente őket szent lélekkel. Ezért nem csodálkozok azon, hogy ma, hogy sokan tapasztalják a Szentléleknek a kiáradását, ennek következtében, tömegméretekben jön létre ez a vágy, hogy Istenem, kenj fel engemet is Szentléleknek az erejével és hatalmával, és használj engemet. Ez egy nagyon nagyszerű dolog, persze. Vannak ezzel kapcsolatosan kifogásolható dolgok, de alapvetően az egész jelenség pozitív, higgyétek el, voltak évszázadok, amikor fiatalok számára ez nem volt cél, hogy Istenem kenjél föl Szentlélekkel, kenjél föl erővel, használjál engemet. Ma százezrek vágyják ezt. De miért? Azért, mert az Isten szelleme megérkezett. Azért, mert utolsó időkben élünk. Proféták által megprofétált időszakban, amit Joel is mondott, hogy ez az a nap, amikor az Úr kiáraszt az ő szellemét minden testre, és a kiáradás után jön a vágy, hogy Uram, kenjél föl. Mert megértettem azt, hogy milyen hatalmas nagy haszonnal jár a Szentlélek kenetével való fölkenetés. Tehát vágyad, kívánjad a szívedben a Szentléleknek egy nagyobb jelenlétét, kívánjad, hogy Isten tegye rád a kezét, és tegyen alkalmassá olyan dologra, munkára, amiben eddig esetleg végeztél, de nem volt kiváló, mert ha a Szentlélek kenete rászáll, akkor a természetes foglalkozásodat is sokkal-sokkal kiválóbban tudod végezni Isten dicsőségére. Mert az Ószövetségben látjuk, akár a templomnak a felépítésekor, hogy mester emberekre rászállt a Szentlélek. Nem véletlenül ennek az lett az eredménye, hogy az ókori világnak egyik csodája a templom volt. De miért csodálkoztak az emberek? Azért, mert természetfölötti erővel és kenettel és képességgel kente föl Isten azokat a fő mestereken, akik a templom építésében kulcsszerepet játszottak. Ma ilyen emberekre van szükség. Ma, ha ilyen emberek beállnak a társadalmi életnek különböző területén, ez az világ sokkal élhetőbb lesz, és legalább addig, amíg Isten ezt akarja, addig a keresztényeknek már a földi életben is nagyon sok olyan áldásban, vezetésben és élettapasztalatban lesz részük, amely folytonosságot fog eredményezni azokkal az eseményekkel, amit akár az Ószövetségben, akár az apostoloknak a korában, a Bibliából megismerhetünk. Tehát Jézus Krisztus a farizeusokhoz beszél, és azért pontosan, mert ők determinálták sok esetben
a profétáknak, a sorsának a negatív alakulását, mert ők voltak azok különösen, akik bolondoknak és örülteknek tartották, és az utolsó időkben ez néha előfordul bizonyos országokban, hogy a keresztényekkel kapcsolatosan, különösen természetfölötti kenettel rendelkező hívőkkel kapcsolatosan ilyen vélemények hangzanak el. 29. versaktól nézzük meg, a Jézus mit mondott a profétákkal kapcsolatosan. És ezt mondjátok, de még a 29-et is felolvasom. Jaj, nektek képmutató írástudók, farizeusok, mert építetek a proféták sírjait, ékesgetitek az igazak síremlékeit, és azt mondjátok, ha mi atyáink korában éltünk volna, nem lettünk volna az ő bűntársaik a proféták vérében. Így hát magatok ellen tesztek bizonyságot, hogy fiai vagytok azoknak, akik megölték a profétákat. Töltsétek be ti is az atyáitoknak mértékét. Kigyók, mérges kigyóknak pajzatai. Miképpen kerülitek ki a gyehennának a büntetését? Annak okáért íme prófétákat, bölcseket, írástudókat küldök én hozzátok, és azok közül némelyeket megöltök, megfeszítetek, és azok közül a ti zsinagógáitokban megostoroztok. És városról városra üldöztök, hogy reátok szálljon minden igaznak vére, amely kiömlött a földön igaz Ábelnek vérétől Zakariásnak a Barakiás fiának a véréig, akit a templom és az oltár között megöltetek. Ámen. Eddig. Tehát az első dolog, és amire felhívom figyelmeteken, hogy ne csak a halott profétákat és halott szellemi embereket tiszteljétek, és azok emlékeit ápolgassátok. Természetesen ezzel önmagában nincs semmi. Csak a farizeusság magatartása pontosan azt jellemzi, hogy a Bibliában minden szereplőt nagyon tisztelnek, védik a tisztességüket, és nagyon helyes, de viszont a probléma az van, az, hogy a halott profétákat szeretik, de az élőket, azokat nem szeretik. És mindig itt jön be a gond és a probléma Istennek a munkájában. Nem az a természetesen rengetne, hogy félreértés legyen. Én nagyon fontosnak tartom a múlt ismeretét, és ezen belül Istennek az üftörténelmének az ismeretét. De az ismeretnek az a célja, hogy a jelen időnkben, most, amikor mi élünk, ebben korban fölismerjük az Istennek a munkáját. Ez az egyik. A második, hogy fölismerjük, hogy kik azok a személyek, közösségek, irányzatok, mozgalmak, amely jelen pillanatban képviselik a Földön Istennek a munkáját. Ha megfigyelitek, te kis időutazást tesztek a lelketekkel, a szellemetekkel, rá fogtok jönni, hogy minden korban ez volt a lényeges. Akik fölismerték Ábrahámot, azok voltak áldottak és szerencsések. Akik fölismerték Mózest, és fölismerték, hogy vége a 430 éves rabszolgaságnak, egy új korszak jön, és csatlakoztak, úgymond most társadalmi szempontból mondom, Mózes mozgalmához, hogy kivonulunk és véget vetünk a rabszolgaságnak, természetesen benne volt Istennek a kenete, azok kijöttek. A hagyomány szerint nagyon sokan a zsidók közül se jöttek ki, mert lehet, hogy azt gondolták, hogy nem az Istentől van. Értitek? És sorolhatnám tovább különböző korszakokban. És ugyanez volt a helyzet. A vízválasztó tehát mindig a vallásos emberek és a hívők között az, hogy a jelen idejükben fölismerik-e azt, hogy mit cselekszik Isten. A másik, hogy kik képviselik Istennek a munkáját. Kik azok a szellemi emberek, akik ezt hordozzák, mint a léviták, ahogy a fridládát hordozták a vállukon, hogy kik azok, akik a vállukon hordozzák a fridládát. Régen tudjátok, a fridládát hordozni kellett. Majd pedig a kenetet kell hordozni. És különböző módon szólítja meg az Úr az embereket, különböző feladatra,
vannak feladatok, amelyekre némelyeket hível, majd egyszer erről részletesebben is beszélünk, és természetesen van a Szentléleknek a megnyilvánulásai. Ezeket a dolgokat nem szabad összezavarni, összekeverni, mind a kettőt a maga helyén kell keresni, talán is természetesen nem, különösen nem egymással szembeállítani. De ma is egyértelműen, hogy ha nem merülsz belem, hogy egy mozgalomnak mi a következménye, hogy csapódik le, hanem azt nézed, hogy a kő hogy esik be a vízbe, és nem a hullámokkal vagy elfoglalva, mert igazából nem érted akkor, hogy miért jött létre a folyómba a hullámok. És nagyon sok embernek a figyelmét csak ez köti le, de nem az, ami a dolgokat mozgatja, kimozdított a holpontból, és viszi előre. Nekünk szellemi embereknek erre kell figyelni, hogy mi az, ami kimozdította a kereszténységet a holpontról, mi az, ami elindítja a kereszténységnek egy új férfias arculatát. A hölgyek ne sértődjenek meg, mert ez alatt én szellemi erőt értek, ami a hölgyeknek is ugyanúgy megadatott, és nagyon sok szellemi, szentlélek birtokában lévő hölgy is részt vett a múltban is, Istennek a munkájában, és jelen időnkben is dicsőség Istennek. Csak azért mondom, hogy nehogy megsértődjetek, mert nem akarok senkit se kizárni, hanem Isten szuverén akaratából azt hív el a szolgálatára, akit akar. De dicsőség az Úrnak, hogy mozog, fúj a szél. Tudál? Ugye amikor látjuk az erdőben, hogy a fák zörögnek, hullanak le a levelek, a gajak törnek le, az ablakot becsapódik az ablak, a függöny tótágostál a szobában, akkor mit tudunk? Szél van. Na hát a Szentlélekről ugyanezt mondja Jézus. Nem tudjuk, hogy honnét jön, de a jelenléte az érzékelhető, jelenléte tapasztalható. És azt látjuk, hogy ajtók csapódnak be, ajtók nyílnak ki ezekben az időkben, száraz gajak törnek le, és dőlnek ki olyan odvas, rothadt fák, amelyek nem már betöltötték a funkciójukat, és utána el lehet kezdeni utána egy új ültetést, egy új befektetést. A Szentlélek dicsőség az Úrnak, végzi ezt a munkát. Tehát te az az ember légy, hogy ne csak a halott profétákat szerest, ne csak persze ezek nem halott emberek, hanem az Úrnál vannak, de a farizeusok nagyon szeretik az emlékeket, nagyon szeretik ezeknek az ápolását, bele vannak a rigolyáson gabolyodva az egész dologba, és nem azért tanulmányozák Izajás, vagy Jeremiás, vagy a többi profétát, hogy ma ezeknek az embereknek a kijelentéséből én mit tudok mobilizálni, mit tudok dinamizálni, hogy tudja a teljesítő képességemet ezeknek a szent embereknek a bizonyságai, a példái, a bennük lévő kenet meghosszabbítani. Érted? A Bibliát így kell nézni. A Biblia nem egy múzeumi tárgy, hanem ez a Biblia azt akarja, a Isten azt akarja ezzel a Bibliával, hogy megtestesüljön te benned is. Hogy te a környezeted számára, szereteid számára, városod, településed számára, nemzeted számára ugyanolyan áldos ember legyél, mint János apostol, Jakab, Péter. Lehetséges? Nem nagyra vágyásból mondom, hanem azért mondom, hogy a szellemedet nyisd meg. Ezek az emberek is a Szentlélek által kaptak fölkenetést, és a Szentlélek az Isten akaratának megfelelően fölkeni az embereket most is, és nagyon sok ember ott áll a küszöbön, a piacon, hogy az Úr fogadja fel őket, és a példabeszéde Jézusnak azt mutatja, hogy az utolsó pillanatban is nagyon sok embert fog elküldeni az ő szőlőjébe munkálkodni. És ő adja szerszámot a munkásoknak a kezébe. És a szerszám pedig a Szentléleknek a kenete és ereje. Tehát lesz kapa, most szellemi értelemben mondom, lesz mindaz az eszköz, amivel az Istennek a mezején
el tudod végezni az áldott munkát. Tehát a farizeusok szeretik a halott profétákat, de az élő profétákat megölik. Szeretik, tanulmányozzák, könyveket írnak, hogy milyen nagy csodálatos ébredés volt a 15. században, 16. században, micsoda fantasztikus dolog volt a reformáció. Rendben van, nagyon jó, hogy erről is könyvek vannak, csak ha ugyanaz a szerző a mostani ébredést akarja széjjelverni azzal, a könyvével, amit írt a 17. századi, vagy 18. stb. Ébredésről, akkor nagy probléma van. Akkor miről beszélünk? Farizeusságról. Ámen. Tehát, Isten azt akarja, hogy menjen a munka. És ezért Isten létrehoz, ahogy itt megérte Jézus, hogy küld apostolokat, küld profétákat. Szó nincs arról, hogy csak az első században, hanem azt ígéri az Úr, hogy küldi profétákat, bölcseket, írástudókat, azok közül némelyeket megöltök, megfeszítetek közül zsinagógát, megostor, stb. Stb. Ezt azért nem ijesztem, akarok elijeszteni senkit se a szolgálattól, hogy mi a végkifejlete, de az a lényeg, hogy ma is az Úr keresi a piacon a munkásokat. És nagyon-nagyon sok munka van, amit az Úr még a visszajövetele előtt a Földön el akar végezni. Tehát éppen ezért többek között, ugye legjobban a Szentlélekkel való találkozást a profétai intézmény létrehozásával, meg annak, hogy hogyan állítja be az embereket Isten a profétai szolgálatban, lehet a bibliai történetekből illusztrálni. Ezért én is ezt fogom tenni. Tehát a profétai intézmény az egy Isten által alapított intézmény, ami nem azonos természetesen a profétálással, de a proféta profétál. De nem minden ember, aki profétál, proféta. Mert a proféta az egy karizmatikus tisztség. A profétálás pedig a Szent Szellemnek a megnyilvánulása. A proféta maga az embernek az ajánlása. Ember a proféta. Akin keresztül a Szentléleknek az ajándékai, karizmatikus képességet megnyilvánulnak. A profétálásnál nem maga az ember az ajándék, természetesen, hanem ajándék, persze, csak nem szolgálati értelemben ajándék, hanem a Szentléleknek a megnyilvánulása zajlik rajta keresztül, tehát ilyen módon profétál. Tehát ezért a kettőt nem lehet összemosni, de én most elsősorban a profétai tisztségről beszélek, azért, hogy lássuk, hogy az Úrnak a különböző felkenetései, mert minden, ahogy érkezik a kenet az emberekhez, aznak szinte nincs azonos módja. Rendkívül sok változata van a Szentlélek megérkezésének. Nem mindegy, hogy a kijelentés, a Szentléleknek a megérkezése, nek a címzetje, az embernek a belseje, értitek, a belső embere, vagy pedig az érzékszerve is. Általában, amikor az érzékszervek kis címzettek a kenetnek a leáradásában, akkor vannak bombasztikus megnyilvánulásai események, amik általában kiszokták csapni a biztosítékot. Már a ókorban is, meg most is, mert az emberek furcsának találják, hogy az embereknek az állapotában hirtelen egy változás áll be. Tehát megváltozik az embereknek az állapota. Például magán kívüli állapotba kerülnek, ha az érzékszerveket is eléri, a külső érzékszervet, tehát a fizikai szemlátást, fizikai hallást, érzékszerveket, akkor a fizikai testrészeket is eléri az Úrnak a megjelenése, vagy éppen a valamelyik kommunikációs formája, akkor is egészen más történetet látunk a Bibliában, meg megint más, amikor a belső ember a célja, és a szellemre helyezi, a belső emberre helyezi a Szentlélek a mennyei csomagot, a mennyei küldeményt, a üzenetet,
vagy éppen a képességet, ami által neki egy dolgot meg kell valósítani. A profétánál mindig az üzenet a lényeg. Tehát a profétai kenet az az üzenetre van. A királyoknál, meg különböző más felkent embereknél dolgoknak az elvégzésére, tehát egy feladatoknak az elvégzésére adatik a kenet, amit Isten határozott meg. Ezek az emberek, amikor megkapják ezt a képességet, természetesen kettős természetű emberekké válnak, megmarad természetesen a földi emberi természetük, meg van szentelve természetesen, de egyértelműen, hogy rendelkeznek egy természet fölötti, úgymond dimenzióval, tehát természet fölötti arculatuk is van az ilyen embereknek. És természetesen ez a legtökéletesebben a názáreti Jézus Krisztusban öltött testet, mert mind az emberi és az isteni természetnek a teljessége egységbe került a názáreti Jézus Krisztusnak az inkarnációjában, vagyis a megtestesülésében. Nyilván a karizmatikus embereknél nem olyan mértékű, de mert mindenki Krisztusban részesedik. De az is igaz, hogy ahogy mérték nélkül adja Isten a Szent Lelket, tehát hogy mégis mértéke van a Szent Lélek jelenlétének az életünkben, a hiba az önkészülékében van, Uram. Nem a közvetítésben. Ugye régebben a közvetítéskor sok probléma volt a televíziózásban, hogy néha elment a kép, és megjelentek a hadják. És megjelent utána egy felirás, hogy a hiba közvetítő vonalban van. De a mi esetünkben általában az a felirat jelenik meg, hogy a hiba az ön készülékében van, Uram. Tehát ön korlátozza és zavarja az adást. Ezért kérjük, hogy hangoljon, finom hangolás, vagy szoftverfrissítés, hogy tiszta legyen a vétele. És ezt ugye a szellemi életünkben ez egy nagyon fontos rész állandóan, hogy ez a ráhangoltsága a természetünknek, szívünknek, lelkünknek, elménknek, akaratunknak, érzéksünknek, sőt a fizikai testünknek is. Meglegyen a Szent Szellemnek a jelenlétére, munkájára. Mert különösen a feladat, de hát nincs is olyan kenet, ami tudná nélkülözni a fizikai testet. Mert a profétának is szívre, szájra van szüksége. Egyik helyen a Jeremiás azt mondja a profétára, hogy Istennek a szája. Vagyis mit jelent? Hogy a profétát annyira kisajátította, és a Jeremiás az teljesen igaz, hogy egy nagy száj volt. De nem mindegy, hogy kinek a szája. Az Istennek a szája volt, ahol ki jött, ki lőtte a Szentlélek azon a szájon keresztül, behozta a látható világba, a nép közé, az Istennek a szavát, Istennek a beszédét. Dicsőség Istennek. Tehát az Úrnak szüksége van a testrészeinkre, nyelvünkre, kezünkre, lábunkra, és nem beszélve a belső szerveinkre. Nos tehát, kívánjátok a Szentlélek erejét? Akartok szellemi emberek lenni? Akkor folytatom. Ugye a profétának a héber megváltozata az egyik nabi vagy navi, a másik nabu. Csak a jelentését akarom tisztázni, mert nagyon érdekes, a különböző sok szótár másképpen adja vissza a jelentését. Például a nabi esetében nekem különösen tetszik az, amely azzal magyarázák, hogy eredetileg egy olyan kifejezésből származik, némek, mások vitatják, de most ebben nem menjünk, ami a fölbuzokból és az áradásból származik. Én azt gondolom, hogy ez, majd a szakemberek eldöntik, hogy nyelvtanilag ez helyese vagy nem, de mindenféleképpen a profétálásnak, tehát maga a profétának a tevékenységére ez biztos, hogy igaz. Hogy a szónak,
az buzognia kell, tehát föl kell jönnie, törnie, mint az olajnak a földből, mert csak a szó akkor tudja az energiát és az erőt képviselni. És ez a buzgó hely a hasüregi részben van az embernek, gyakran beszélek erről, éppen azért, hogy a szellemi embereknek tisztába kell lenniük, hogy az egyik legértékesebb részük, az élet továbbadási helyük, az áldás továbbadási helyük, a hasüregük. Nem véletlenül az élet tovább, szaporodás, stb. Ez a legfontosabb rész, nem csak természetes szempontból is, hanem spirituális szempontból is. És igazából a profétálási szó, a beszéd, az nem jöhet a fejből, nem jöhet a lélekből, hanem a föltör, tehát olajat talál a Szentlélek egy szívbe. És utána jön az áradás. Hogy ki árad? A szóval együtt az Istennek az ereje, Isten szellemének a jelenléte. És ez az, ami a profétákat időszakonként a kitörés és a kiáradástól függően extatikussá teszi. És ezért ugye ezt az extatikus állapotot néha csúfolják. De nem azt jelenti, hogy a profétai szó nem jöhetne ki józan állapotba. Tehát ahogy mondtam, attól függően, hogy a Szent Szellem az üzenetet hová helyezi. Ha bensőbe helyezi, a szellemébe helyezi az ember, és egy hatalmas erővel, akkor valóban, mint egy vulkánkitörés úgy jön, és ilyenkor kilép a proféta a saját magából is, tehát extatikus állapotba kerül. De ettől még nem lesz bolond, és nem lesz őrült. Tehát amikor az emberek érzékiek, elhal bennük az Istenre való érzékenység, és a mennyre való finomság, az intuitív képességeik elhalnak bennük, és nem tudnak semmi olyan dolgot felfogni, ami a tapasztalati világ kívül van, akkor természetesen ezek a emberek számára az ilyen emberek őrültek, bolondok. De nem, hát ezek mozdították elő a történelmet. Ezek a progresszívak, ezek a haladók. Ha ezek nem lettek volna, nem is élnénk. Meg vagyok róla győződve. És adja Isten még több ilyen ember legyen, akinek a bensejéből föl tud buzogni, és ki tud törni, és be tud jönni a látható világba, emberek szívébe, ott, ahol nincs Isten ismeret, a Szentléleknek a jelenléte, a mennynek az üzenete. Van legfelsőbb világ, nem lehet másképpen megismerni. Az már baj, hogy meghalsz, és csak akkor jössz rá, hogy mi az igazság. Az igazságot itt a földi életbe kell megismerni. Szokták mondani, amikor valaki meghal, és nem hitt a földi életébe, na most már tudja az igazságot. Voltam több ilyen temetése, hogy összesugtak az emberek. Na most ez már tudja, valóban. Abban a pillanatban, hogy elmennek az emberek az érzéki, tapasztalati világból, mindenki tudja az igazságot. De én nem akarom az érzékszerveimmel az igazságot megismerni először, hanem először hittel, mert akkor van nekem garanciám arra, hogy amikor a lelkem és a szellem, vagy akár a testem kimegy ebből a világból, akkor nem egy kellemetlen csalódás ér. Nem egy gonosz úriember jön hozzám, sötét, és egész örök életemet, örök létezésemet, mert élet nincs, rettegésbe, félelembe, kínba, fogcsikorgatásba, szenvedésbe tartja. Értitek, az életnek ez a tétje? Ha nem lenne pokol és nem lenne menny, akkor nem beszélnénk erről ilyen sokat. És azért beszélünk igazából a Szentléleknek a megnyilvánulásairól is, mert a legfelsőbb világnak a jelen pillanatban a leghitelesebb, legitim követe. Hogy egy ország, egy bizonyos országba felhatalma szemét, hogy képviselje az országát abba az országba. Ugyanúgy több világ van a Biblia alapján. Ez egy ilyen köztes világ a Föld, mert van egy alvilág is. És akkor van több világ is, és van egy legfelsőbb világ.
Magyarban nem így fordítják le gyakran a legfelsőbb világot, mert furcsának jön. De a legfelsőbb Isten, legmagasságos Istennek fordítják leggyakrabban. Ugye? De ez alatt a legfelsőbbre gondolt. Tehát az eredeti, a Biblia jelzi, hogy van egy felső világ, amit nem látunk a szemünkkel, kezünkkel nem tudunk megfogni, de szeretnénk megismerni, mert ha van, akkor ezt messze menők itt a földi életbe figyelembe kell venni. Mert a földi életem egy másik világba torkollik, akkor jobb ezt a kérdést már a földi életembe tisztázni. Ez a bölcs magatartás. Nem hagyom az utolsó helyre ennek a kérdésnek az eldöntését. Ezért értem meg, mert fiatal emberként akartam ezt a dolgot eldönteni, hogy nehogy már, mivel hogy nem vagyok a napjaimnak is az időmnek urai. Az időm nem a kezembe van, az egzisztenciális időm, hanem az Istenemnek a kezébe van az időtartama. Nehogy már váratlanul el kelljen menni a földi életből, és utána szembesülök egy hatalmas nagy kérdéssel, hogy elmulasztottam a földi életben erre kérdésre választ adni. Ezért gyorsan megtértem, miután nem megismertem, hanem egy ilyen fény gyulladt ki a szellememben, hogy van pokol, van menny. És soha nem jöttem volna rá, ilyen valóságosan, ha Isten szelleme nem szállt volna rám. De rám szállt, világosan vált, hogy ez nem pszichológiai manipuláció, aminek én áldozatává lettem, hanem egy másik világnak a küldöttje és képviselője. És mivel, hogy láttam, tapasztaltam, meg te is, hogy mit végez el az emberben, ezért mélységes tiszteletet, hódolatot, alárendelést hozott létre a bennem. Hogy vele akarok élni. Ővele akarok járni. Általa akarok élni. Mert ő a kalauzom. Ő tudja a menetidőket. Ő tudja, hogy jönnek a csatlakozások. Mikor van az átszállás. Mert ő az örökké valóságból jön az időbe, a mennyből jön a földre, az atyától és a fiútól jön az emberekhez, és ezen létrejött miért egy szuper sugárút. A Szentléleknek a sugárútja. És ha szellembe jársz, nem tudsz eltévedni. És ezért a legjobb vezető a földi életnek, és a leghitelesebb, amely nem csap be, hanem igazságról igazságra vezet, egyre közelebb a Teremtődhöz, egyre közelebb a legfelső világhoz, a mennyhez, ő nem más, mint ki? A Szentlélek. Dicsőség Istennek. Ezzel áldott meg bennünket Isten. Ezért mondta Jézus, nem hagylak benneteket árvákul. Jobb, ha elmegyek, és elküldöm nektek a vigasztalót. És ezért csodálatos, hogy ma olyan időben élünk, hogy látjuk, hogy az Úr kinyitotta, az emberek be akarták zárni a menny kapuját, de ő azt mondta, kinyitom, és árassza rá az emberekre, akik kérik tőlük le a Szent Lelket. Dicsőség Istennek! Tehát ezért várható, hogyha így áran, akkor feladatokra specializálja a Szentlélek az embereket. Egyiket profétának rendeli, másikat jó mesterembernek, egyiket bölcsnek, ahogy hallottátok, és a bölcsességnek sok formája van, van akár a jogi társadalomban bölcselet, vagy akár a gazdasági szférában is szükség van bölcsekre. Tehát az életnek minden területén szükség van bölcsekre. Mit mondott Isten? Vagy Jézus Krisztus, miket küld? Bölcseket. Nem azt mondta, hogy csak az egyházba. Nyilván ezek szellemi emberek, de az életnek különböző területén a bölcsességük olyan lesz, hogy a társadalomban, a nemzetek életében pozitív változásokat és folyamatokat indítanak el.
És az az imám, hogy minél több ilyen ember támaszol, ti közületek is, a Szentlélek. Nem mindenki proféta, nem mindenki apostol, nem mindenki evangélista, nem mindenki pásztor, nem mindenki tanító, de meg vagyok róla győződve, hogy Istennek minden személyre, akiket elhív, terve van, és ebben a tervben benn van konkrét feladatkör, foglalkozás, ami lehet, hogy megegyezik a természetes foglalkozásoddal, vagy pedig majd, ha nem, akkor a Szentlélek világossá teszik, addig ne ugrabugráljál, de a Szentlélek világossá teszi, hogy lesz az életedbe átszállás. Tehát, hogy más vonatra kell felszállnod, és elhagynod egy másik vonatot. Dicsőség Istennek! Tehát például az akkád kifejezés az hívásból, a nabu a hívással hozzák összefüggésbe. Ez is megfelel a profétai tisztségnek, mert hívás nélkül természetesen ebbe tisztségbe nem lehet beállni. Ugye ez volt a sokak problémája, hogy hívás nélkül nagyon reflektorfénybe kerültek az Ószövetségben is a proféták, és némelyek ugye megkívánták, hogy ahogy az emberek figyelnek rájuk, és ezért hibás nélkül beálltak a tisztségbe. Jegyezd meg, hogy az Istentől alapított tisztségbe csak ő általa való hívással lehet bejutni. Hívás nélkül nem. Tehát ezért is ez a kifejezés és hibás. Akkor itt van a proféta. Profémi, ami azt jelenti, hogy előtte, vagy mielőtt. Előtte, mielőtt, tehát vagy Isten előtt, tehát Isten jelenlétében, a kenet jelenlétében szól, ez megegyezik a fölbuzók kiáran, vagy a mielőtt, az pedig a magára a jövendőlésre vonatkozik, hogy mielőtt az a dolog megtörténne, előtte profétész, tehát ünnepélyesen, vagy hatalommal, erővel kijelenti a Szentlélek a profétáján keresztül az, ami meg fog történni. Tehát ez a két kurszó van, tehát a proféta kifejezésben, tehát ezek maga a nyelvtani jelentéséből is sok mindent meg lehet érteni a igazi profétának a tisztségével kapcsolatosan, hogy tehát előtt, Isten előtt, tehát Isten előtt van, nézzétek meg az Ószövetségbe, rendszeresen a proféták az Úr előtt voltak. Hegyen voltak, ugye, és az Úrral töltötték az idejüket, ugye Izraelben. Egy elfogadott legitim intézmény volt, tehát senki nem csodálkozott azon, hogy egy proféta nem 6 órakor vagy 7 órakor megy a dolgozni, mert lehet, hogy egész él az Úr jelenlétében volt. Tehát állandóan, mint az hát ugye őrállóknak is mondja a Biblia őket, tehát nem csak a földi dimenziót és a horizontot figyelte, hanem a mennyeit is figyelte, és ahhoz ugye állandóan készelédve kell lenni, hogy kap-e a proféta mennyből jelzést, kap-e információt, kap-e útmutatást, ezért állandóan a szellemét és a lelkét, az állapotát az Úrnak a jelenlétébe kellett tartania, és ezért látjuk bizonyos profétáknál, hogy hosszú napokig csak az Úr jelenlétébe voltak, és némák voltak. Aztán olvasok a Bibliát, hogy és aztán hozzászólt az Úr. Utána meg jött az aktivitás az életükben. De ezt nem mechanizmussal hozták létre ezt a ritmusváltást, hanem mindig az Úrnak a vezetése. De a proféták mindig arra törekedtek, a jó igaz proféták, hogy benne maradjanak az Úr jelenlétébe, hogy bármikor szól az Úr, akár éjjel, akár nappal, vegyék. Egy ilyen embernek 24 órában készenlétbe kell lenni. Egy proféta állandóan készenléti állapotban van. Mert ha jön a jelzés, válaszolni kell. És ugye a proféta állandóan a személyiségét olyan állapotba tartja, hogy amikor jön a mennyei jel, akkor se a fizikai hangja, testinek a fizikai hangja, se a gondolatai, a fantáziája, se az érzelmei ne legyenek olyan állapotba,
ami a vételt összezavarja. Értitek? Mert ha föl van dúlva, ideges, éppen beszekszik a feleségével, akkor az az indulat belekeveredik a üzenetbe. Vagy ha gondolatánál van zűrzavar, akkor meg előfordul, hogy rosszul emészti meg. Mert a prófétának saját magának is föl kell dolgozni az üzenetet. És belerakja a saját zagyva gondolatait. Úgyhogy ezért a proféták törekedtek arra, hogy tiszta edénybe maradjon. Hogy amikor ráönti, beönti az edényt a menny a kenettel, és túlcsorduló módon van, hogy kiáradó kenet jöjjön a proféciánk keresztül, akkor ugye hát nem lehet, hogy most megyek, várja uram, megyek a mosogatóba kimosni a tálnak a belsejét, mert akkor már nem tiszta üzenet. Ezeket a profétákat nyilván félretette az Úr, és ezek nem kerül. Voltak biztos, hogy ilyenek, egészen biztos, de ezek nem kerültek be a Bibliába. Sokkal több proféta volt, mint ami a Bibliába bekerült. Ahogy Péter mondja, lapozunk a Péter levélhez. Hogy hogyan jön a Szentléleknek az üzenete a prófétához. Soha nem lehet tudni, amikor Isten igéjét beszéljük, hogy a magok hová, milyen földbe hullnak. Most ugye a jól emlékszek, Reinhard Bonnke könyvében van, ugye most költözött el, hogy egyszer ott volt egy prédikációt hallgatott, és akkor úgy kapta az elhívást, hogy közben a szellemében bizonyság lett, hogy ő ezt fogja tenni. Hogy ahogy jön az ige az ember szelleméhez, és az ige mit hoz létre benned, és mi meg marad meg tartósan, és milyen képzeletet indít el, mert ugye a képzelgés az más dolog. De egészen más az a képzelet, amit az Isten igéje szít föl benned. Érted? Az a képzelet a szellemi. De van az a képzelet, amit nem az ige hoz létre, hanem öngerjesztésből jön létre az embernek, mert élénk a fantáziája. Egy profétának soha nem élénk a fantáziája, mert az nem jó proféta. A proféta tudja nyugalomba tartani az elméjét. Mert az élénk fantáziálással beképzeltség tud létrejönni. Tehát beképzelsz a lelkedbe, szellemedbe, van egy olyan élményt, amely teljes mértékben egy önszugerálás. Tehát te beleszugerálod. Pszichikai, szellemi erőddel belehelyezed a szellemedben, a személyiségedbe valami olyant, amit te teszed bele, de nem kívülről tették be. És erre vigyázni kell, hogy állandóan fegyelmezze az ember magát, azért, hogy amikor szól az ige, akkor induljon el a képzeletem. Mert ha élénk a fantáziád, az mindig más úton jár, mint a Szentlélek. És kikapcsol a Szentlélek jelenlétéből. És nagyon gyakran öncsalás az eredménye. Ugyanúgy nézzétek meg Mózesnél. Azt olvassuk Mózesről, hogy amikor a fáraó udvarába volt, beszédben hatalmas volt. Tehát retorikailag nagyon képzett ember volt. Az Úr bevezette őt a pusztába. 40 évig a birkák bégetését hallgatta. Magányos volt. Nem volt tracspartik, stb. Vége volt azok a udvari pletykálásoknak, amit általában ugye vezető hatalmi körökben mindig mentek a pletykáknak, semmi nem ki hozzá, nem kapott se Afrikából írt, se ennét, se amonnét, csak nézte a nagy pusztaságot, meleg van, este van, hideg van, ezt kell csinálni, azt kell csinálni. Mi lett az eredménye ennek a 40 éves időszaknak? Nehéz ajkú lett. Miért csinálta Isten? Azért, mert előre, eleve tudta Isten, hogy behozza rajta keresztül a törvényt.
behozza rajta keresztül az igét. És nem lehet, hogy egy ékes szólású ember, aki különösen élvezi, amikor beszél. És ettől a pillanattól fogva már leáll a kenet. Nem megy. Ugyanígy a zenélésben is. Mindenben. A legjobban akkor tudja az embert használni, amikor ön felett az énjét elfelejti. És csak egy eszközként használja a Szentlélek. Ez így van az éneklésnél, így van az imánál. Persze nem így kezdődik, de amikor benn van a Szentlélek az emberben, akkor a Szentlélek így használja. Az az énekes borzalmas, akiket lehet látni, szépen énekel, nagyszerű tehetsége van, de amikor énekel, gyönyörködik a hangjába. Hát ne ő gyönyörködjön, a közönség gyönyörködjön benne. Ugyanúgy a zenészeknél is ugyanezt lehet látni, hogy egészen más zenész az, aki egyszerűen nem magával foglalkozik, hanem egyszerűen el van feledkezve, látni, hogy teljesen más állapotban van, ahogy zenél, mint úgy normális körülmények között, hanem jön ki belőle az tehetség, amit az Isten belé helyezett. Ez minden területen így van. Na, tehát a Mózesnek Isten megtanította szavakban gondolkodni. Nyilván ezeket az udvari szlogeneket mind ismerte Mózes, az Úr mind megtisztította azért, hogy az ige jöjjön ki a szájából. Hogy ki tudjon jönni az ige erővel, szellemmel, hatalommal. És így is lett. Dicsőség Istennek. No, megtaláltátok közben a 2 Péter 1-et. 20. verszak. Tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szent Szellemtől indíthatva szólottak az Isten szerint. Istennek szent emberei. Itt pontosítani szeretnék, mert a Károli fordítás, hogy indítatva szólottak, ez egy kicsit költészetre emlékeztet. Az ikletettség, az ikletés, és itt egészen más két kategória az. Az ikletettség, amikor valami szellemi, lelki, stb. Impresszió éri az embert, és hirtelen ünnepélyes hangulatba emelkedik föl a lélek és a szellem. Tehát nem erről van itt szó, hanem szállításról van szó, a kifejezés. Ugye a Szentlélek szállítja le a mennyből, hozza le a prófétának. Tehát a Szent Szellem személyen maga hordozza. Miért hordozza? Ezt meglátjuk a János Evangélium 16. fejezetében, hogy Jézus azt mondja a Szentlélekről, hogy enyémből vesz, vagyis a Szentlélek ott van fönn a mennyekben, és a názáreti Jézus Krisztusból kiveszi azt az üzenetet, ami akár egy konkrét személynek üzenet, amit gondol, vagy éppen még az is van, hall, ugye erről is beszél, hogy a Szentlélek hallgat, az Atya és a Fiú beszél például rólad. A Szentlélek a szellemünket szereti. És a szellemünk is szereti a Szent Szellemet. És miért ennyire szerelmesek egymásból? Mert egy forrásból jönnek. A lelkünk ugye az egy más. Az a fizikai testnek és a szellemnek az egységének a megnyilvánulása. Abban erősek a érzékszervi dolgok, de van benne szellem is természetesen. Tehát ezért boldog a szellemünk és a Szentlélek, hogy az elménk, akaratunk, érzelmünk pihen, nem gyötrődik, hanem ki van kapcsolva. Ilyenkor olyan álomszép, gyönyörű álmok vannak. Hányan tudjátok, hogy miről beszélek, hogy vannak ilyen gyönyörű éjszakák, de vannak ellentétes éjszakák is. És azt mondja Salamon, illetve Jobb, hogy ekkor szól az Úr az ember szelleméhez. De az a baj, hogy ahogy fölébred az ember, utána csak
ilyen emlékfoszlányok maradnak arról a szép, jó dologról, sok esetben, ami érte a szellemünket éjszaka. De ha megszentelődünk, megtisztulunk, szellemibbé válunk, akkor jobban megmaradnak ezek az éjszakai érintések. És föltölti. Hát ezért mondja az Úr, hogy a szerelmesének álmában is ad eleget. És nem belém szerelmes, nem a külsőmbe, hanem a szellememben. És a szellemünkre helyezi rá az üzenetet. De újra mondom, a kiválasztott profétáknál azért jön a kenet, hogy a olyan befogadó állomását teszi őket, hogy a szellemük, lelkük, testük egyaránt alkalmas arra, hogy a szállítmány, a logisztikai feladatukat ellássák, hogy be tudják fogadni. Akár testüket érinti a szállítmány, vagy oda kell pakolnia a csomagot, vagy a szívükre, lelkükre, de egy proféta erre ki van képezve. Mi által? Fölkenetés által, hogy rá van húzva Isten természet fölötti jelenléte, ereje, képessége nem csak a szellemére, nem csak a lelkére, hanem a fizikai testére is. Ezt látjuk különösen Illésnél, Elizeusnál, nagyon sok profétánál. Ezt látjuk, hogy képesek felfogni az üzenetet a személyiségüknek minden területén. Tehát a Szentlélek Jézus Krisztustól vesz, a Jézus Krisztustól, az Atyától, amit hall, azt lehozza. Ugyanezt mondja a 1 Korintus 2-ben, hogy nem a világ szellemét kaptuk, hanem Isten szellemét, aki ugye Istennek a mélységeit vizsgálja, és Istennek a mélysége az nem űr, nem semmi, hanem tele van áldásokkal, kincsekkel, stb. És ezt mit csinál? Kijelenti kiknek, akik Szentlélekkel be vannak töltekezve. És azt mondja Pál apostol, hogy az igazi szellemi emberek ebből építik föl a szellemi karakterüket. Szellemit, szellemihez szabván. Csodálatos. Így válik egy ember, természetes ember is megmarad, de a természeti arculatát, karakterét így alakítja ki Isten. Nem egyszerre, hanem ahogy az épületeknél is az építkezés jön téglára, ugyanúgy azt mondja Pál apostol, hogy szellemihez szellemit szabván. De az egészet a Szentlélek végzi. Tehát ezt szállította, így szállította az Úr az üzeneteket a profétákhoz, és így akarja most is szállítani a profétákhoz. Ezért rendkívül fontos az oda szentelése a szellemi embereknek, az, ahogy a személyiségüket, életüket, testüket oda szenteljék Isten akaratának. Hiszem, hogy sokan megértik a Szent Léleknek a hívását, és ezt meg fogják tenni. Nézzük meg a proféták hitelességét. Ez az 5 Mózes 28-hoz lapozatok, vagy 18-hoz. A proféták hitelességét ugye vizsgálni kell folyamatosan. Minden szolgálati ajándék hitelességének megvannak az ismérvei, de most ugye azt mondtam, hogy a karizmatikus megnyilvánulásokat, úgymond a szellemtudományát elsősorban profétákon keresztül akarjuk illusztrálni, hogy az érzékenység kialakuljon. Először érzékenység fontos. Persze az Úr szelleme meg tud adni egy pillanat alatt mindent az embernek, ha ő akarja, de az a tapasztalat, hogy sok esetben a tudatlanság miatt, a természetfölötti dolgok, vagy a szellem dolgaival kapcsolatos tudatlanság miatt az emberben nincs érzékenység. Ugye mostanában sokat beszélnek az érzékenyítésről. Olyan dolgokra próbálják az embereket érzékenyíteni, amire inkább kemény légy, és ellenálló légy. De én most olyan érzékenyítésről beszélek, ami viszont legitim. Az Isten jelenlétére és a Szentlélekre való érzékenységről beszélek, amely nem érzelmi dolog, nehogy félreértés legyen, hogy
nagyobb képességed legyen megsértődni és megharagudni. Ez nem az, hanem a Szentléleknek az érzékenysége azt jelenti, hogy a szellemednek a felfogó képessége, befogadó képessége és teljesítő képessége növekszik. Tehát nem egy zárványként van az Úr jelenlétébe, hanem a befogadásra, de ugyanakkor megőrzésre, tehát hogy van egy karaktere, formája a szellemednek, ami meg tudja őrizni azt, amit neked adott az Úr, és utána a harmadik, hogy meg van benne a cselekvő képesség, ami nem egy olyan bennmarad a kis szellemedbe az, amit a Szentlélek adott, hanem felszabadítja, kiárad a teljesítő képességedre, és ilyen módon a munkádban, a szolgálatodban megjelenik a minőségi fejlődés és a növekedés. Most a nézőktől el kell, hogy búcsúzzunk. Az Úr Jézus Krisztus nevében, mennyi atyánkat, Názáreti Jézus nevében köszönöm a Vidám Vasárnap nézőit. Add meg, Uram, hogy boldogok legyenek, vidámak legyenek, és megértsék azt, hogy ez mind a Te beszédettől és a szellemettől tud az életükben létrejönni a Názáreti Jézus nevében. Az a kérésem, Uram, hogy szóljál a szívükhöz, érintsd meg őket, és különösen azokért könyörgök, hogy akik még nem ismernek Tégedet, nyisd meg a szellemüket, hogy megnyíljon, előttük a menny, a legmagasabb világ, ott, ahol Te lakozol, ott, ahol Te trónolsz, ott, ahol a Te dicsőséged lakozik, ott, ahol az egész világ mindenségnek az irányító centruma vagy, és az embereknek és az egész földnek a folyamatait irányított. Kérlek, adj el ezzel kapcsolatosan belátás és megértés képességet a nézőknek a mi Urunk Jézus nevében. Amen. Viszont látásra!